Говорите, показывает стадион «Авангард», город Мукачево. Сегодня областной чемпионат Закарпатья между сильнейшими командами «Вечный противник». Команда Мукачево в белом и братья по крови «Берегвидейк», «Берег САС». Хюльдеми Шурейн, кедвеш тивинезуинк, кедвеш суркулоинк, а «Берегвидейк» чапата, а «Медиэй Лабдрого» бойногшаг 8. Fordulójában Munkácsra érkezett, hogy ha 3 pontot hazavigyük, 2 ponttal vezet a munkácsi csapat a Berekvidék előtt. Történelmi mérkőzés, nagyon jó összeállításban, jó hangulatban érkezett a Beregszázi csapat, hófehérben a munkácsiak, feketében a Beregszáz, és várjuk a bírókat. Главный арбитр в поле Качур Василий, помощники Боднар Сергей и Сасина Яна. És elkezdődik. Most! Berekvidék balról jobbról játszik, a Krasevski, Géci, Slivka, Berbát, Azárov, Teplej, Hurka, Kornutyák, Kalapács, Slivka és Picur felállásba. Berekvidék, Picur rögtön beadta a középre, és onnan kivágták a labdát. Stecio volt az, Slivka fejel meg egy pillanatra, még mindig ott a labda, Picur megemeli, még mindig ott a labda, Kalapács bevágja középre, ott van Slivka és a kapus, és a, aki Lutyánszki 30-as számmal játszik. Még mindig Kalapács, Azárov csinál egy cselt. Finom csel, gyönyörű. Trenér Kamandi Berekvidék, Vitali Azárov, Varga Vasilnyi, trenér Mukácsiba. Szép indítást akad Babics 11-essel. Teplej, jaj de szépen Teplej, jaj de szépen. Bedobás. Szépen játszik a Berekvidék, nagyon technikásan, látványosan játszik a csapat, és ez jó érzés, ez azt jelenti, jó hangulatban vannak Teplejék, Hurkáék, Teplej itt van, kér, vár, Picur kap egy hosszú labdát, belefejelnek, Teplej ez így kerül, mellre szépen, ott van Picurnál, most megy el, nem, és nem. Szép lett volna ez a támadás, de... Lukasuk gyönyörűen, Géci elcsipi. És ott van Picur, Picur egy-egyre, emellé bombáz, kapásba akarta lőni. Hát ez egy, tulajdonképpen számoljunk úgy, hogy volt az első helyzet. De a первая такая интересная атака, Picur сходу с испугу ударил, не точно, удар от ворот, Лутянский, Гейци, Берегвидейк. Будет играть свою атаку, это будет хорошо. И пошел, пошел. Красиво уходит Пицур. Пицур уходит в 16-ку. Кто там в середине? Сливка. Пицур подает и удар. Нет, угловой. Горский разыграл. Горский, Горский, Горский. Лукашук Владимир. Хороший пас направо. Удар по воротам. И гол. Очень сильный удар. И хозяева открывают гол. Ай-яй-яй-яй-яй. Буквально на 5-й минуте сильнейший удар. 5-я минута, Берегвидейк получил гол. Лукашук лабдаябал элмент, и Бондорович бевакта, Крашевски нем тудот миченелли. Ай-яй-яй. Четвертый. И открывай рахунок. 1-0 на користь господарев поля. Gyönyörű gólt lőttek a munkácsok, és nem tudunk mit szólni. Jobban kezdett a Berekvidék, de ettől lesz érdekes és izgalmas a meccs. Nézzük a szögletet. Száll a szöglet befele. Kiöklízi a kapus. Lepattannak Slivkától, próbálják dobálni. Semmi gond. Kapus öklözött, Slivka ott volt, már neki sehol se szabad lenni. Bedobás a Berekvidék javára, köszönjük szépen. Penyáska közepén, aki nyáron télen velünk játszott. Azárov megy, Babics. Óriásit lőtt Babics. És a kapufát. De hát ebből a krasszíva játák a Snova hazájával. Penyáska úsó, udárba. Babics, Vladimir Szilna udár, mert csak csöknú stangu, pakidáj poli, udárat várod Krasevski. Szabadni. 26-8 minuta.
Óriási, gyönyörű lövés volt, kornutyák túl szöglet lett belőle, ajjajjajjajjajj. A Petite Vnimanie, Vladimir Kornutyák, сильный еще удар и воротарь только мог парировать на угловой. Ах, как красиво! Михаил Хурка, капитан команды, будет подавать, внимание, что в шестнадцатке мячик летит. Андрей догнал. Это свободный, но нет, говорит вбрасывание. Szabad rúgás a Berevgidék javára. Gól! Kapufa! Atya úristen, micsoda helyzet! Gyönyörű gól, gyönyörű, azt hittük, hogy gól. A kapufa mentette meg a hazaiakat, és ez már megint csak egy jó jel. Hurka, Berbát. Szerozsa Berbát. Удар по воротам, ай-яй-яй, все было очень хорошо, но воротарь на месте, красивая атака Берегвидейк, и счет остается 1-0 в пользу хозяевов. Hátul játszik a Berегвидейк, keresi a lehetőséget, Teplej volt az. Elvették a labdát, félig. Elvették a labdát, bravo, Kornutyák, Slivka. Slivka elnézte ezt a lehetőséget, Babic. És 2-0. Babic Vladimir bevágja a második gólt, Slivka hibájából a Berevidék bekapja. De Vladimir Babic воспользовался ошибкой центрального игрока. Ивана Сливку и Берегвидейк получает гол 2-0. Это уже опасно. Variál a Berevidék, lesz-e szerencsénk? Fölé, kirúgás. Talán most. Szabadrugás, Kornutyák ugyanarról a helyről. Talán most. Az első szöglet nem sikerült, a másik talán igen. Szabadni. Mihail Hurka. Gólt lő a csapatkapitány Hurka, atya úristen! Обратите внимание, tiki-toki, да говорились, и Хурка попросил линейку, измерили расстояние, сильнейший удар по воротам, и мячик штанга, и залетает ворота. 2-1. Гол в раздевалку, как говорят, Берегвидейк сделал то, от чего сердце застучит сильнее. Молодец! Прекрасный гол капитана команды Михаил Хурка. 2-1. Egy óriási indítás Slivka felé, és a bíró belefúj. A mérkőzésbe 2-1-es félidővel zár a bajnoki mérkőzésen Munkács Beregszáz. И так закончился первый тайм. Ne. És elindul Babic. És hárman vannak, és ott vannak. És gyönyörű volt. Nagyon veszélyes támadást láthattunk. Krasevski pedig Picur felé lövi a labdát, Géci ott marad földön, Picur egyedül. Bedobás a Berevidék javára. Gécihez kerül a labda. Bundás. És elmegy a szél. Géci veszi fel a tempót, most vannak ott, és beadják a labdát. Nem egy csel, még egy csel, és Krasevski. Gyönyörű Krasevski védést láthattunk, középpálya meg van szakadva, Kornutyák azért ott van, és ez a lényeg. Hurka nagyot játszott. Gyönyörűet játszott most. Slivka. Slivkának nem kellett, ezt le kellett volna fordulni. Penyáska.
3-1 elbukta a Beregvidék. A 4-es számú játékos második gólját rúgja be, Bandurovics. Igen, Bandurovics berúgja, és a 3 pontot megszerzik. 5 ponttal fog vezetni a összekavarták, összehozták. 3-1-re kap ki fel a Beregvidék, és ez talán így is lesz. 5 percet még rá fog húzni a bíró biztos időhúzásra, de ez már nem fog segíteni rajtunk. A lényeg, a Beregvidék első veresége az első fordulóba. Berbát, és elmegy Bodnár, tessék beszaladni, ott van. Bodnár, add be. A Bodnár add be azt a labdát, és nem képes beadni. Teplej. Nagyon jó. Lő egyet, és oldalháló, fél gól. Legalább támadással fejeződött be ez a Beregvidék támadás. Kornutják. A bíró hagyja, és ez egy nagyon veszélyes támadás. Jön Krasevski. Bravo, gyorsan. Óriási, Slivka felé megy egy labda, és Slivka elmegy, ott van a védő mellette. Mi volt? Hol volt még Slivka, mikor a labda hol volt? Hát ezt csak a lassításban láthatjuk meg, minden esetre lesen volt, Slivka jelzi a partjelzős hölgy. Mindenféleképpen 3 pontot itt hagyunk, és 5 ponttal elhúz Munkács. Így életben marad a bíró, hogy 3-1-re győztek a hazaiak. És vége. Győz a Munkács, kikap Beregvidék. 3-1-re győz Munkács idehaza, a Beregvidék elszenvedi első vereségét, 2 döntetlen mellett. Szép gólok voltak, hajrá Beregszáz, hajrá Beregvidék! Kapitány Húrka, atya úristen!